A Csácsubi csötészta, szevasztok gyerekek, üdv a csatornák, éppen jelentkezik a következő videóval, das is video. Milyen csodálatos egyébként, pont nagyon hasonlít ennek a járműnek az eleje, a gaz 69-re, ugye? Mindig amikor meglátom, azt gondolom, hogy ez egy gagarin, felszállott az űrbe. Na jó van, jó van, tudom. Na, megyünk. Na gyerekek, figyeljetek, egy kicsit újra gondolt a képerét a projektet. Azt csináljuk ma. Jó, egyébként most így hirtelen így visszajött a kép. Hamon de az olyan, mintha valóság lenne. Nagyon jól néz ki ez a játék gyerekek, ez a játék nagyon jól néz ki. Mire mindutunk-e? Be volt hozva a kezifék, lesz is kezifék. Na gyerekek, figyeljetek, de miért ilyen nagy a forduló körünk? Ebben a játékban még ma megőrülünk. Azért ez tudja a dolgát a képer. Na, az a szitu. Megyünk a Fire ezzel a vérdalval. És keménybe nyomjuk. Na, jó, elmondom, hogy mi a szitu gyerekek, figyeljetek. Na mi a szitu, figyeljetek. Ugye kettő darab cél van, va? Das is egy darab cél. Das is kettő darab cél. Az a cél... Nem. Ja, das is kettő darab cél. Az a gond, az a téma, hogy én arra gondoltam, hogy csináljunk... itt egy rönklerakat, more. Figyelj, de tesó, itt egy rönklerakat. Akkor miért megyek el ide, ehhez a rönklerakathoz? Ó, újra gondolás, újra tervezés. És itt megvan egy rönktároló. Na, az a lényeg, hogy egyszer megpróbálok úgy vinni fát az egyik célba, hogy rönklerakatból, és a következőbe, a másik célba megpróbálunk rönktárolóból. Ugye a rönktárolóban neked kell felfakolni a This is Father. Úgyhogy ez a kettő projekt lesz, nem tudom, lehet, hogy bele kéne férni ebbe a részbe, mert mi olyan überügyesek vagyunk, ugye? Überügyesek vagyunk. Figyeljetek, tudom, itt súlyavilág van, itt elmegyünk rönktároló, This is rönktárolóhoz. És akkor onnan megfojtassa a képet. És nem fogok vinni... Nem. Egyébként egy minimap ebben a játékban, ölni tudnék egy minimapért. Ezt most halál komolyan mondom, gyerekek. Ölni tudná a képer egy minimapért. De miért ilyen marha nagy a fordulókörük ezeknek a gépeknek mostanában? Ölni tudnék egy minimapért, hogyha nem kellene állandóan, ugye... Hol vagyok? Na! Az a lényeg, hogy itt ugye problémás a szituáció. Itt kellene nekünk elvenni okosba. Várjál, jelölök magamnak egy nagyon professzionális útvonaltervet. Eddig el kéne jutni. Sugárzó területen át. Igen. Sugárzó területen át megyünk, úgyhogy baromira tapossuk neki. Dobjuk neki a retteltest, gyerekek, már biztos sugárzás van. Igen, nyomjad neki, kipör, nyomjad neki, megpróbálom, meg akarom próbálni, azt akarom, hogy átmenjünk itt. Sérülés. Menj, és kiérünk. Jó, ugye, oké. Összkerék diffizár nélkül frankon irányítható volt a jármű. Nagyon csodálatos. Egyébként megoldottuk, nem annyira szedálódtunk le. És akkor a következő projekt az lesz, hogy elmegyünk valamerre. Nem is arra mentem, hanem erre elmegyünk, és akkor ugye a rönktárolóhoz megpróbálunk eljutni. Na, azt akartam ugye, hogy elvileg ugye 8 fát kellene vinni rönktároló, vagy a célonként, de figyeljetek, most hogyha én leviszek 4 fát, akkor ugyanúgy le tudok vinni 8-at is, vagy le tudnék, de gyakorlatilag repetitívabb lenne a gameplay, és ezért azt gondolta a keeper, hogy 4-4 fát leviszünk, szépen meg tudjuk csinálni, mondjuk úgy, hogy akkor ugye ki van víve, most tényleg megcsinálhatnánk azt, hogy megint leviszünk 4-4 fát, de why? Értitek? Igazából annyira nem lenne, de ez is értelme. Na, itt valahol átkelünk, és akkor itt egy rönktároló, de nagyon örülök ennek. Ennek a rönktárolónak én nagyon örülök, vagy rönklerakatnak én nagyon tudok itt örülni. Óvatosban, mert azért ez nem izé... Nem olyan nagyon brutál verda. Ez nem BTR. Itt vagyunk valahol, várj, hol van az izé, hol van? Én még odébb van.
Itt is már ilyen fals részek vannak. Az a lényeg, nagy sárba nem megyünk bele, ezzel megpróbáljuk, nem lesz egyszerű egyébként. Azért megyek összkerék diffi nélkül, ugye, hogy próbálok az üzemanyaggal spárolni azért egy kicsit. Itt egy bedőlt fa, jó, nem gond. Ha kell, akkor majd bekapcsoljuk a retteletest is. Még mindig anélkül megyünk egyébként, egész roppant kellemesen küzd a gép. És ugye egyenesbe kell állítani, ez egy nagy rák fenéje a játéknak. Na. Viszont ezt most nagyon szépen abszorválta. Jaj, de nekem a csodálatos! Igen, egy kicsit a képer most egy kicsit bolondos fajta. De itt mi van? Itt ez hogy sikerült? Ja, mert itt izé, várjál. Itt ez nem lesz egyszerű szerintem, várjál. Itt mentem át. Átmentem a izéken? Jaj, testvéreim, itt valami nem tudom, merre mentem el. De ez érdekes egy szituáció lesz. Itt egy baromi nehéz terep volt. Mi? A házak mellett, meg ott föl. Jaj, hát ez nem biztos, hogy fog sikerülni, képer. Mit gondoltál? Na. Összkerék diffit még mindig nem kapcsol a képer, mert kemény, mint a... Kemény, mint a... Háromnapos kutya. Kutyagumi. Ja, itt azért nem kéne figyelni, mert nem farming szimulátorozunk, hogy nem elburuljunk föl. Okosba kellene közlekednünk. Itt el tudok menni, jó? Most már kapcsoltam diffit, összkereket, minden gyerekek. Okosba szépen, nagyon nagy, figyeljetek! Higgyétek el, hogy a képernek a profizmusa meg fog mutatkozni most ebbe a gameplaybe. Mert megoldjuk a problémákat. Hol mentünk el? Várjatok! Itt mentünk el, nem? Kertek alatt. Igen, ahol itt a kertek alatt mentünk. Igen, és ott lesz egy hatalmas nagy meredek rész, ami nem biztos, hogy fel tudok menni, de azért a képer miért ne próbálná meg? Itt átmegyünk a fák között, nem merek felmenni bal oldalra, mert Hát ha feborul. Igen, egy kicsit szűkös a hely. De hát megoldjuk. Aj, a gumifa. Megoldjuk, gyerekek, el fog az férni, higgyétek el. Ide teszi, oda teszi a keeper. Kicsit alászedi, az a baj itt a kamerakezelé. De és várjatok, mondtatok valamit, hogy mit kell nyomnom ahhoz, hogy brutál. Oda nézzetek, hogy el lehet távolítani. Ezt tényleg ennyire el lehet távolítani? Na, szépen. Na, itt kéne fölvágtatni valahogy, ami nem biztos, hogy fog menni. Jó, hogy megszédültek, tudom. Ez nagyon meredek, hallod? Ez egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen fal meredekségű. Na, ez nem fog menni, állj. Most ebbe is kotkodáltuk. Ú, az a baj, nagyon kim vagyunk itt a map szélén, meg még ráadásul. Látok, van valami bontatáspont? Ah, van ott. Ez mi az a kicsi fa, ami itt előtte van? Nem? Jó, oké. Gyerekek, ne vagyjuk föl, bore. Ez a kicsi fa remélem kidönthető, ami itt van. Ajaj, ez nem lesz jó, gyerekek. Az a baj, annyira nem lehet forgatni itt a kamerát, nagyon nehéz. Mi nem lesz jó? Mi nem lesz jó, keeper? 10 éve vagyunk ám. Csodálatos járműve. Na, hoppá, sérülünk. Hoppá. Kicsit engedd vissza, keeper, engedd vissza. Jó, állj. Stoj, itt még biztonságban vagyunk. Merre jöttünk el? Mert itt már szegény a izé nem tudja jelölni. Aha, itt jöttünk el, itt a szélibe. El kell fordulnom jobbra, le. És akkor itt valahol okos bejöttünk, ugye? Azzal nem is látom, hogy hol jöttünk el. Így valahogy. Igen, hallom, hogy kettyeg a műszer, de ugye most még nem vagyunk benne. Itt okosba kéne annyit tolatni, hogy el tudjunk fordulni. Kicsit szeregetnem kell jobbra-balra. Be kell bicskáztatnom, hogy forduljunk el. Akkor le kell mennem ezen a még meredekebb lejtőn. Vagy pedig a szélébe lehet, hogy el tudok menni, megpróbáljuk. Folyamatosan zakatol a Geiger Müller számláló. Jó vagyunk gyerekek. Hát nem beszélytelen a szituáció. Mármint eléggé meredek itt a part. Hát várjatok, körülnézünk, oké? Várjál. Itt a szélébe szerintem el tudnék lavírozni, és akkor nem kéne oda lemennem. Hát, ugye inkább mindig a nehezebb utat választja a keeper, mert miért ne? Okosba.
Vagyom be fog dőlni? Állj, állj, sztoj. Ó, mi a franc? Hallod, miből volt ez a tábla? Szerszám a célból? Miből volt ez a tábla? Szerszám a cél? Nagyon tolja az elejét, á. Okosba. Kicsit benézzük a dolgokat, hogy mi, merre lehetne. Hát nem szabadna oda lecsúszni semmiképpen. Oda lecsúszni nem kellene, hanem itt. A kicsi nyárfákat ki tudjuk vinni? Vagy lehet, hogy be tudunk fordulni az erdőbe, vagy mindjárt meg... Hát nem. Jó, próbáljuk meg erre orientálódni. Fától fáig, gyerekek, oké? Okay? Itt nehogy megdőljön, nehogy megdőljön. Vajatok vissza. Okosba. Egy stílfűrész jó lenne azért. Tudnám díjazni. Simán föl tudjuk borítani, nem azért nem nagyon merek menni. Na ott el tudnánk menni a lyukba, ugye? Mert máshol nem. Egy esélyünk van, a következő fenyőfáig elmegyünk be, de ott nagyon borulékony lesz, egyre borulékonyabb. És... és akkor ott köztük. A nyárfától balra. Mondjuk szemből megnézem, hogy irányzom ezt a izét. Ezt a fenyőt. Hát igen, itt lehet, hogy az a baj a pót. A pót elkezd borulni, ugye az a gáz. Már a gépnek még a súlypontja az eléggé alacsonyan van, de ugye ott a póton. Ez nem egy akkora tömeget képvisel. Hát... jó lesz ez szerintem, gyerekek. Egy 5 centi kell neki. Na igen, és akkor most, ugye? Ó, még megerett az eső is. Most itt kéne átmennünk. Vissza. Azaz. Azaz, gyerekek. Ki van centizve, hallod? Ki van centizve? Nagyon élem! Tetszetős a dolog, gyerekek. Megakadtunk. Kicsit elkeszedni erre. Hallod, ez azért ki volt számolva, nem? Aztán már mehetünk is. Ki volt számolva? Ezt nézem, hol tudok elférni. Itt is azért könnyen fel lehetem borítani. Vannak ám itt azért lehetők. Jó van, gyerekek, adjunk neki az érzésnek. Sártenger. Jaj, várjál. Ilyen dombra semmiképpen nem menjetek föl. Írtátok, hogy ezek a nagy ásás nyomok, ezek lehet, hogy ugye földcserék voltak. Ugye azt is csináltak. Na, itt megint az lesz, hogy ugye kimegyünk ott teljesen a szélére. Szeretem szemből látni, hogy mi történik a géppel, így akkor az egészet belátod, hogy hova mész rá. Meg még ráadásul azt is. Hogy merre dől, vagy mi történik vele. Jó, gyerekek, kivegyük a szárazabb részre. Sertengerbe ne menjünk bele. Egyébként az Ural egy csodálatos jármű. Jó, álljunk meg egy pillanatra. Ja, át kell vennünk a izéker? Át kell vennünk a betonokon is. Ja, célba kell menni. Hát azt itt viszont... viszont el kellene mennünk akkor kb. Így eddig. És akkor itt megnézzük, hogy itt nem lehet valahogy átmenni a célhoz. Folyamatosan kellene figyelni jobbra. Most jön az a betonozott rész. Az eléggé olyan... döcögős volt. Még üresen is, ugye? Hát ezek... jaj, csak ne... jaj, csak nehogy elsüllyedjen a bal oldala. Nem is az a baj, hogyha elsüllyed a gép, hanem hogyha az egyik oldala süllyed. Na, az a kellemetlen, gyerekek. Ó, ez nem lesz nagyon meredek oldalra? Ne... jaj, mi ez? Ajaj. De előtt itt a betonlapok között akkora hízagok vannak, hogy nem tudom fölléptetni, figyeled?
Megyünk, megkerüljük. Járás annyi, menjünk. Elmegyünk meg itt a szélébe talán. Ott is ott van a nagy luk. Mind vannak a nagy izék, mik ezek az ívosak? Ígerendák. Jó, amúgy ez nem olyan rossz itt. Beton mellett. Ott vannak itt bajok. Meglendül ez a tömeg. Itt meg víz van. Na, ezt megint kitapasztalni, hogy hogy. Ó, Sanyi, bajos, bajos. Ez bajos, mert ott van, meg hogyha kimegyek jobbra, ott meg van egy ilyen hupolag, látod? Egy ilyen kis dombocska. Szembe, esetleg a szembe, a vízbe, én azt mondanám legbiztonságosabbnak. Mert most kiszedem jobbra, felmegyek a betonra, beborítom a vízbe. Én egyenesen mennék, gyerekek, belemegyünk a vízbe. Én erre tippeltem volna. Az a lényeg, hogy ugye oldal irányba ne dőljön meg a gép. Az a legfontosabb ebbe a játékba, hogyha fát viszel. Legyen. Előre, hátrafele dőlhet. Úristen, itt kiszedték a földet rendesen, hallod? Jaj. Sanyi, baj lesz. Várjál. Manuál. Kijön ez magától, nem szeretek csörlőzni, az olyan töketlen dolog a csörlőzés, mindig úgy élem meg. Nem lesz ez gond, gyerekek, kicsit játszani kell a gázzal. Csúsztatni a kuplungot. Kicsit meghintáztatjuk. És akkor a töketlen dologról beszéltem, ugye a csörlődés most fog következni szerintem. Nem akar kijönni. Nem akar kijönni. Megakadtunk valahol, vagy mi történt? Hogy csak ennyire, hát szarazult gyerekek igazából, mire számítottam. Jajaj. Nem vagyok boldog, oldalra sose szeretek csörlőzni. De a csörlőzőnek egyébként mindig arra kell csörlőzni, amerre éppen dől a fa. Mármint ez az egész, mert ugye az nem jó, hogy a másik irányba. Legalábbis, hogyha itt előről, úgy értem. Na. Most nem kell sokat csörlőzni, mindig annyit csörlőzze, vagy épp elég, ugye. Kicsit meghúzod. És 10 év van tutoriál, gyerekek. Chernobyl tutoriál. Ó, jaj. Ilyenkor, amikor leesik a fa, akkor meg tud olyat vágódni. Ilyenkor már nem csörlőzök, ugye szépen kihoztam. Már fölösleges, leakasztjuk szépen, jó van, oké. Egyébként megmondom őszintén, én azt csinálnám ebben a játékban, hogy a csörlőzést büntetném. Valahogy úgy kellene megcsinálni, hogy mondjuk csörlőzöl, akkor az 20 liter üzemanyag mínusz. És akkor gondolkodna az ember, mert az a baj, rengeteg fa van, rengeteg olyan pont van ebben a játékban, amihez tudsz kötni. És óhatatlanul is, hogyha nagyon könnyű, úgy nem akar az... Hoppá, mi volt ez, baze? Mi volt? Mi a fa? Ott egy akkora tuskó, gyerekek. Oda nézzél, hallod? Ez a gép elfért fölötte. Na, ugye... Óhatatlanul is ahhoz nyúlk az ember, ugye a könnyű siker érdekében, vagyis reményében, hogy... Na, hát figyelj, oda kötök a fahoz, csörlőzök, kész. Aztán... Igazából az meg olyan... Tényleg nagyon könnyű, ugye mindenhonnan ki tudod magad csörlőzni. Várjátok, hol van kell minden? Aha! Várjál, itt van jobb oldalt. Ja? Itt van jobb oldalt, mondom, azt izé... Áj, itt el kell menni körbe. Vagy ott a csőrén föl. Hát ott az... Ana. Vagy a sártenger választjuk körbe, vagy pedig a csőrén fölvegyünk. Gyerekek, én nem szeretem a könnyű megoldást választani. Megyünk a csőrén föl. Tudom, körbe biztos kurva... Nagyon egyszerű lenne, és hogy ilyen beszélj, Keeper, befigyeljé. Nagyon egyszerű lenne, Keeper megpróbálja megkerülni ezt a csövet belülről.
Viszont lehet, hogy alcsizás lesz. Megpróbáljuk megkerülni a csövet. Nem tudom, meddig húzódik. Nem szivat meg minket. Jaj, meg fog szivatni, mi? Na innen akkor gyere ki, Keeper, hogyha ez felborított. Egyébként biztos könyüled volna körbe. De valahogy szeretjük a kihívást. Szeretjük a kihívást. Ó, te fiú. Azt a betyá, várj, álljál, miért fel a telepet, Keeper, mielőtt belemész a hülyeségedbe? Hát figyelj, bazze, nem lesz egyszerű. Ezt nézem. Lehet, hogy nem fog kiférni. Mindenképp balra kell szedni, amennyire tudjuk. Igen, balra, és itt kell majd jobbra vissza. Itt kell majd jobbra vissza. Azaz! Azaz! Ez az, gyerekek. Nem haragudjatok, örülök neki. Ízét akartam, alcsizunk, jó? Alcsizunk egyet, mert nem szeretem a ízét. Skip night hol van itt? Ja, itt nincs skip night, az a Mind Runner. 7 óráig, az gyerekek, tökéletes. Na! Az a szitu. Szépen kijöttünk, ugye? Ugye milyen szépen kijöttünk? Szerintem teljesen jó volt. És akkor most nézzük. A cél, ugye itt kellene elmennünk. Kész. Jó, ugye annyit spóroltuk meg, hogy itt körbe-körbe mindenen keresztül kell volna jönni. Jó, én örülök neki. Hát még nem biztos, hogy kiértünk ide, mert ugye még meg kéne fordítani a Verdát. Bebicskáztatjuk egy picit. Ezt akkor alá tudom szedni másik irányba. Viszont nagyon kell figyelni, mert innen lefar az a nagy szállítmány. Akkor nagyon-nagyon durván tud vágódni. Azért jó nagy szögbe szedem. Hogyha leesik, akkor nehogy. Ugye, hogyha szögbe állítod a gépet a rakományhoz képest, akkor az valamilyen szinten ellensúlyt tart neki. Na, ezt mondtam, az a gyerekek, oda nézzé. Igen, és inkább egy kicsit gyorsabb mozdulattal lejöttem, jó? Oké, eddig jó. Nagyon nagy képű vagy, Keeper, nagyon elbizakodott. Nagyon-nagyon bizol a rutinodban. És ilyenkor szoktak a bajok jönni, a legóvatlanabb pillanatban. Véletlen egy olyan sáros részre vissza, ahol az egyik oldalt elsüllyed a gép, és álló helyzetben. Nekem volt olyan sprintályozban nem egyszer, meg gondolom, aki sprintályozik, hogy így álló helyzetben elsüllyed az egyik oldal a gép, úgy borult fel az egész, mint állat. Úgyhogy ez ilyen, ez a dolog, nem is, az eszem pedig jól forog, mert csel a csere, kiváló zsorját, ravasz, a nagy ho-ho-ho-horgász. Városbéli puhányok, javajások, hagyjad tör a láz. Zenémet hallgassátok, amit most néktek hallgassátok. Igen, király, megoldottunk, gyerekek, csodálatos volt. Esküszöm, én most meg ne haragudjatok, azt mondom, de én most ezt így boldog vagyok ettől az egésztől. Az az igazság, hogy azt mondom nektek, gyerekek, figyeljetek. Nem ezt akartam, hanem átmegyünk erre. És akkor beállítjuk oda ehhez a garázshoz. És onnan csinálunk egy olyat, hogy KCR-es dolgot, hogy nekünk kelljen fölrakni, oké? Ez lesz a következő részben, ez lesz a projektünk. És mindenképp várjatok, meg tudom csinálni, hogy this is KCR, lehet rakni a autó. És komolyan nem tudom egyébként. Várjál, melyik? Hautkocsi? De nehogy ne lehessen. De figyelj, hát... És mi van? Most visszabudítottuk magunkat? Vagy mi? Hát hol van a KCR-ünk? De nem lehet forgatni ezt. De várjál, plató, nem? Üzemanyagtartály, nem? Hogy van? Vontató? Mi a vontató? Ja. Ez nem kell. Ez igen. Tartály... Nem. Nem. Garage, nem. Nyitott, nem. Ott kerék, na itt a darus targonca, erről beszéltem. Na várjál. Akkor. Miért nem tudok darus targoncát? Mert kell a daru támasz. Daru, igen. És közepesről. Na, gyerekek. Akkor következő részben úgy csináljuk, hogy mi nekünk kell, hogy fölrakni. Ugye annyi a nehezítés, ilyenkor egy kicsit magasabb a súlypontja a gépnek. Meg még ráadásul tényleg nekünk kell felrakni daruval a képződményt. Vagyis a falkat a kocsira. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csumi csörtészta!